Véget ért a hatnapos útblokkád Kanada és az Egyesült Államok között. A kanadai rendőrség vasárnap az utolsó néhány tüntetőt is kiszorította Windsornál az Egyesült Államokba vezető hídról, amelyen keresztül a két ország közötti kereskedelem negyedét bonyolítják. A tüntetés sorozat miatt több százmillió dolláros veszteség érte Kanadát. A hatóságok 25-30 demonstrálót tartóztattak le. A kanadai fővárosban azonban még nem sikerült felszámolni a már több mint két hete tartó tiltakozást. Az ottawai polgármester közölte, megegyezett a tüntetőkkel, hogy egy napon belül kivonulnak a lakónegyedekből. A magát szabadságkonvojnak nevező demonstráció a hivatásos sofőrök kötelező oltása ellen indult, de aztán átalakult általános tiltakozássá a járványügyi korlátozások ellen, és kormányellenes felhangokat is kapott.